Thomas Tuchel Marcus Rashford leigazolását kérte a PSG vezetőitől. Eldőlt, hogy Dzsudzsák Balázs visszatér Debrecenbe. A Manchester City mindenben megegyezett Ferran Torresszel. Újabb angol szupertehetséget igazol a Borussia Dortmund. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol a mai videóban beszámolunk nektek a legfrissebb átigazolási hírekről. Habár napok óta azt rebesgette a hazai sportsajtó, hogy Dzsudzsák Balázs visszatérhet Debrecenbe, a hajdúsági klub a tegnapi napon azt közölte, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya ezen a nyáron biztosan nem igazol a Cívisvárosba. A Debrecen együttese az OTP Bank Liga 2019-2020-as szezonjának negatív szenzációját okozta azzal, hogy 27 évvel a feljutását követően és mindössze 6 évvel az utolsó bajnoki címe után búcsúzni kényszerült a magyar élvonaltól. Ennek következményeként tulajdonosváltás is történt a hajdúsági együttesnél. A debreceni önkormányzat ugyanis megvásárolta a klubot Szima Gábortól, akinek regnálása alatt a Loki 7 bajnoki címet is nyert. Pap László Debrecen polgármester akkor úgy nyilatkozott, hogy új klubmodellt fognak kialakítani, és egyértelmű célként jelölte meg, hogy a DVSC-nek a következő idény végén bajnoki címet kell nyernie a másodosztályban, hogy a 2021-22-es szezonban ismét az élvonalban szerepelhessen a gárda. Ez persze elengedhetetlen a csapat alapos megerősítése, és a klubvezetés már gőzerővel dolgozik az ügyön, és tegnap Por és Tisler Patrik, illetve Zöldesi Illés személyében három újonnan érkezőt is bejelentett. De a hírek szerint a következő napokban további játékosok szerződtetését is bejelenthetik, akik között állítólag ott lesz a jelenleg Görögországban légióskodó, korábbi debreceni közönségkedvenc Korhut Mihály is, akinek az érkezése azért is lehet vagy lehetett érdekes, mert a balhátvéd állítólag ahhoz a feltételhez kötötte a visszatérését, hogy a debreceni vezetőknek garantálniuk kell számára Dzsudzsák Balázs leigazolását. Márpedig Korhuttal a tárgyalások már a hajrában járnak, ez pedig arra engedett következtetni, hogy Dzsudzsákkal is jól haladnak az egyeztetések, azonban a jelek szerint a feleknek végül nem sikerült megegyezniük. A problémát alig hanem a 33 éves szélső igen magas bérigénye jelentette. A jelenleg szabadon igazolható Dzsudzsák az elmúlt években havi 100 millió forintot keresett az Egyesült Arab Emírségekben, míg a Loki legfeljebb havi 8 millió forintot tudott volna neki adni. Vagyis Dzsudzsáknak a visszatéréshez komoly anyagi áldozatokat kellett volna hoznia. Úgy tűnik, erre végül nem volt hajlandó, már ha valóban ezen bukott meg az üzlet. És mielőtt még tovább mennénk, ne feledkezz meg arról, hogy nyomd meg a feliratkozás gombot, és mellette a csengőt is, hogy garantáltan ne maradj le a Tiki Taka TV egyetlen friss videójáról sem. Nagy a versenyfutás a 21 éves francia ingyen igazolható középhátvédért, Malong Sarrért, akit több német egyesület mellett az Arsenal is szeretne megszerezni. A szenegáli származású játékos eddigi teljes pályafutását a Nice csapatánál töltötte, még 2016-ban 17 esztendősen mutatkozott be a Ligue 1-ben, és azóta már több mint 100 alkalommal lépett pályára a francia élvonalban, miközben rendszeresen ott volt a francia korosztályos válogatottakban is. A Borussia Mönchengladbach már tavaly nyáron meg akarta szerezni, de akkor nem tudtak megállapodni a vételáról a franciákkal. Sarr így maradt Nizzában, azonban már áprilisban jelezte a klubvezetés felé, hogy nem ír alá új szerződést, és a szezon végeztével klubot vált, mégpedig ingyen. Ennek köszönhetően persze óriásit nőtt az érdeklődés iránta, elsősorban a Bundesligából, ahonnan a Mönchengladbach mellett az RB Leipzig, a Schalke, a Hoffenheim és a Bayern Leverkusen is vinné, de bejelentkezett érte az olasz Torino is. A goal.com ugyanakkor úgy tudja, hogy az Arsenal is felvette a kapcsolatot a játékos ügynökével, elvégre az ágyúsoknak nincsen sok pénzük erősítésre, Sarr viszont megfelel a Mikel Arteta által elképzelt profilnak. A londoniak ballábas középhátvédet keresnek, aki jól passzol, márpedig Sarr éppen ebben számít kiemelkedőnek. Az előző idényben a Ligue 1 középső védői közül a negyedik legtöbbet passzoló volt, ráadásul átadásai közel 92%-ban pontosak is voltak, arról nem is beszélve, hogy passzainak több mint egyharmada előre irányult. Sarr tehát képes hátulról építeni, és bár nem vállal kiemelkedően sok párharcot, remekül helyezkedik, jól zárja az ellenfél passzsávjait, és labdaszerzés szempontjából is ott volt a francia a bajnokság legjobbjai között. Olasz lapértesülések szerint az FC Barcelona mellett a Juventus is érdeklődik az Ajax Amsterdam ígéretes jobbhátvédje Sergino Dest iránt. A mindössze 19 esztendős játékos Hollandiában született, de amerikai származású, és három alkalommal már az Egyesült Államok válogatottjában is pályára lépett. Dest 12 éves kora óta futballozik az Ajax színeiben, az első csapat keretéhez pedig csak tavaly nyáron került fel, de az idény során gyorsan bejátszotta magát a kezdő 11-be. Összesen 36 találkozón lépett pályára,
pályára, amelyeken két találata mellett kiosztott 6 gólpasszt is. Képességeivel hamar felhívta magára az európai sztárklubok figyelmét is, és a Bayern München állítólag már januárban tett egy 20 millió eurós ajánlatot érte, amit az amszterdamiak visszautasítottak, mondván Dest ennél többet ér. Májusban aztán az FC Barcelona, illetve a Paris Saint-Germain is megjelent az érdeklődők között, igaz még ajánlat nélkül. A katalánoknál azonban továbbra is elégedetlenek a portugál Nelson Semedo teljesítményével a védelem jobb oldalán, ám korábban a spanyol lapok arról írtak, hogy Destet még túl rutintalannak tartják, és inkább a Manchester City játékosát, João Cancelót szeretnék leigazolni. Ez az igazolás még mindig megtörténhet, de a Barcánál a hírek szerint mégsem vetik el Dest mostani megvételét, már csak azért sem, mert olcsóbb lenne Cancelónál, azonban a jelek szerint a katalánoknak vetélytársuk akadt. Ez pedig nem más, mint a Juventus, amelyben rendre Juan Cuadrado játszik a védelem jobb oldalán, és nem is nyújt rossz teljesítményt, de alapvetően ő mégis inkább jobb szélső, és ezért a Juve szeretne egy vérbeli jobb hátvédet igazolni. Ugyanaz Ajax ügyvezetője Edwin van der Sar kijelentette, hogy nem fogják áron alul eladni játékosaikat, ám a hírek szerint Destet immár hajlandóak lennének 20 millió euró körüli összegért elengedni. A Hertha BSC a hírek szerint a nyáron tovább folytatja a költekezést, és a berliniek egyik nagyfogása a Real Madrid támadója, Luka Jovic lehet. A fővárosi klubnak merész tervei vannak azóta, hogy a Londonban élő német üzletember Lars Windhorst bevásárolta magát az egyesületbe. 2019. novembere óta 49,9%-nyi részvénnyel rendelkezik, és ennek megfelelően a Hertha a januári átigazolási időszakban összesen 77 millió eurót költött játékosokra. Megvette Mateus Cunhát, Santiago Ascacibart, Sisto Pionteket és Luka Tuzárt. Igaz, utóbbi csak a következő idényre érkezik. A berliniek így is csak a 10. helyen végeztek a Bundesligában, ezért Windhorst további befektetésekre készül, és legalább 50 millió eurót bocsájt a klub rendelkezésére erősítésekre, egyértelműen azzal a céllal, hogy az együttes kiharcolja a nemzetközi kupa szereplést. A márka úgy tudja, hogy a berliniek fő kiszemeltje Jovic a Real Madridból, aki korábban már bizonyított a Bundesligában, ahol a 2018-2019-es idényben az Eintracht Frankfurt színeiben 17 alkalommal volt eredményes. Így is meglepetést jelentett, hogy a Real Madrid 60 millió eurót adott érte, és a szerb csatár nem is vált be a királyi gárdánál. Mindössze 2 gólt szerzett, és a magatartásával is akadtak gondok. A koronavírus járvány miatti kényszerszünetben nem tartotta be a kijárási korlátozást, hazautazott Szerbiába, majd visszatérve az egyik edzésen megsérült, jelenleg pedig önkéntes karanténban van, miután egy barátja pozitív COVID-19 tesztet produkált. A madridiak állítólag már 35 millió euróért elengednék, és Jovicot a Hertha mellett az AC Milan is kapcsolatba hozták, de a piros-feketék ekkora összeget sem fizetnének érte, inkább egy vételi opciós kölcsönben gondolkoznak. Ezzel szemben a berliniek akár még ki is fizethetik a spanyolok által kért pénzt. Német lapértesülések szerint a Borussia Dortmund hamarosan hivatalosan is bejelenti a fiatal angol középpályás Jude Bellingham leigazolását. Az ifjú titán június 29-én töltötte be 17. életévét, de már alapembernek számít az angol másodosztályban szereplő Birmingham Cityben. Az idén során már 39 összecsapáson szerepelt a Championshipben, ebből 30 alkalommal kezdőként, és 4 gólja mellett 2 asszisztja is van, pedig alapvetően nem is a támadás építés a fő feladata. Nem csoda, hogy majd mindegyik sztárklub felfigyelt rá. Korábban kapcsolatba hozták a Liverpoollal és a Manchester Uniteddel is, sőt a vörös ördögök állítólag januárban 22 millió eurós ajánlatot tettek érte, amit a birminghamiek visszautasítottak. Az angol másodosztályban a középmezőny alsó felében tanyázó egyesület most viszont már pénzzé teheti legnagyobb tehetségét, és a Borussia Dortmund lehet a befutó, amely angol források szerint már márciusban megállapodott a Birmingham Cityvel és Bellinghammel is. Akkor még 35 millió eurós vételáról szóltak a híradások, ez a jelenlegi piaci viszonyok között már nem volt tartható, de a Ruhr-Nachrichten úgy tudja, hogy a Borussia így is 23 millió eurót fizet az angol középpályásért, aki 3 plusz 2 éves szerződést ír alá. Mivel 18 évnél fiatalabban maximum 3 esztendőre szóló megállapodást köthet, így egyelőre ilyenre kanyarítja rá a nevét, de jövő nyáron, amint betölti a 18. életévét, a tervek szerint további 2 évre elkötelezi magát. Úgy tudni, Bellingham a napokban érkezik Dortmundba, hogy átessen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon és aláírja szerződését a BVB-vel, ahol a fizetése állítólag annyi lesz, amennyit Jadon Sancho kapott a leigazolásakor. Az angol válogatott szélső amúgy is remek példa Bellingham számára, aki abban bízik, hogy rendszeres játék lehetőséget kap majd a sárga feketéknél, és ugyanúgy felépítheti magát, mint honfitársa tette Dortmundban.
Angol sajtóértesülések szerint a Manchester City megegyezett a Valencia szélsőjével, Ferran Torres-szel a szerződése részleteiről. Ugyanakkor a spanyol egyesülettel egyelőre még nem tudott dűlőre jutni a játékos vételárát illetően. Miután eldőlt, hogy Pep Guardiola együttese mégis ott lehet a Bajnokok Ligája következő idényében, természetesen rögtön megindultak a pletykák arról, hogy a klub a nyáron tekintélyes összegből szeretné tovább erősíteni keretét. A Bayern Münchennek eladott Leroy Sané helyére például a jelek szerint Ferran Torres nézték ki a Valenciából, akit az elmúlt egy évben szinte az összes sztárcsapattal kapcsolatba hoztak. Márciusi hírek szerint az FC Barcelona mellett a Juventus, a Real Madrid, a Liverpool, a Borussia Dortmund, de még a Manchester United is kiszemelte, ami nem meglepő, ha képességei és mutatott játéka mellett figyelembe vesszük, hogy Torres csak februárban múlt 20 éves, de már közel 100 mérkőzése van a Valencia színeiben. Ennek közel felét a mostani idényben játszotta, és azon kevesek egyike volt a klubnál, akinek teljesítménye némi vigaszt nyújtott a szurkolóknak a gyenge eredmények miatt. Egyre biztosabbnak tűnik, hogy a Valencia a következő szezonban nem lesz ott a nemzetközi porondon, így aztán a klub szingapúri tulajdonosa Peter Lim immár nem zárkózik el attól, hogy eladja néhány játékosát, ráadásul Ferran Torres szerződése 2021-ben lejár, így hiába szerepel a kontraktusban 100 millió eurós kivásárlási záradék, ennél jóval kevesebbért is elkelhet. A Manchester City egyelőre nem tett hivatalos ajánlatot a jobb szélsőért, ugyanakkor Torres képviselői állítólag a napokban tárgyaltak a manchesteriekkel, és meg is állapodtak egy hosszú távú szerződésben. Ha szeretnél további spanyol focival kapcsolatos hírekről értesülni, akkor látogass el partner oldalunkra, a primera24.hu-ra. A Napoli szenegáli középhátvédjéért, Kalidou Koulibalyért az olasz sajtó szerint a Premier League előző kiírásának bajnoka, a Manchester City is bejelentkezett. A 29 éves játékost egy évvel korábban a nápolyiak elnöke, Aurelio De Laurentiis állítólag 100 millió euróért csevengette el a Manchester Unitedbe, de azóta több szempontból is nagyot fordult a világ. Egyrészt a mostani játékos piacon várhatóan sokkal kisebb összegek mozognak majd, másrészt pedig Koulibaly immár korán sem számít olyan kihagyhatatlan a Napoliból, mint korábban. A védő teljesítménye a jelenlegi idényben már egyáltalán nem kiemelkedő, ráadásul sérülés miatt több mérkőzést is kihagyott, és 33 bajnokiból csupán 19 alkalommal volt ott a kezdő 11-ben. Ezzel együtt még mindig rendkívül keresetnek számít a piacon, és egyre biztosabb, hogy az idény végeztével távozik a klubtól, az érdeklődők között pedig ott van a Real Madrid és a Paris Saint-Germain is. Utóbbiról például márciusban azt lehetett hallani, hogy már meg is állapodott Koulibalyval, aki házat keres a francia fővárosban, de ezek a pletykák végül elhaltak. A Manchester City ugyanakkor azzal, hogy a következő kiírásban is elindulhat a Bajnokok Ligájában, ismét komoly tényezővé vált a nemzetközi piacon, főleg, hogy Guardiola állítólag 160 millió eurót költhet erősítésekre. A Citynek mindenképpen igazolnia kell egy új középhátvédet a következő szezonra, és a müncheni David Alaba mellett leginkább Koulibaly nevét emlegetik az angolokkal kapcsolatban. A szenegáli védő szerződése 2023-ig érvényes Nápolyban, és nem tartalmaz kivásárlási záradékot, De Laurentiis pedig állítólag immár 77 millió euróért is hajlandó lenne elengedni a középhátvédet. Lévén, hogy a City talán az egyetlen klub, amelyik ezt képes és hajlandó is kifizetni idén, jó esély mutatkozik arra, hogy Koulibaly a következő szezontól a manchesteri kékeknél folytatja a pályafutását. Az Independent brit napilap értesülései szerint a Paris Saint-Germain edzője Thomas Tuchel a Manchester United erősségét Marcus Rashfordot nevezte meg első számú erősítési célpontjaként. A 22 esztendős angol támadó ebben az idényben szintet lépett a teljesítményét illetően, hiszen már 17 gólja és 8 gólpassza van a Premier League-ben, ami egyaránt egyéni rekord a számára, ami azért is nagy szó, mert az év elején sérülés miatt 7 bajnokit is ki kellett hagynia. Kimagasló játékával pedig a PSG-t irányító Thomas Tuchel figyelmét is sikerült felkeltenie, aki állítólag benne látja a modern támadó tökéletes megtestesítőjét. Dinamikus, bevállalja a cseleket és az egy-egy elleni játékot. Több poszton is bevethető, ebben az idényben például játszott már bal szélsőt és középcsatárt is, ráadásul nem csak a pályán, hanem azon kívül is példaértékűen viselkedik. A PSG szakvezetője alap szerint úgy gondolja, hogy Rashford remekül megértené magát a Neymar Kylian Mbappé kettőssel, és ők hárman közel tökéletes támadó triót alkothatnának, ezért jelezte a francia egyesület vezetőségének, hogy az angol válogatott játékos a fő célpontja, és lehetőség szerint tegyenek meg mindent a megszerzése érdekében. Nem tudni, hogy a PSG katari tulajdonosai erre mit válaszoltak, azonban az biztos, hogy Rashfordot jelenleg szinte lehetetlen lenne elcsábítani Manchesterből, ahol a feljövőben lévő új United egyik
jelképének tartják a saját nevelésű játékost. A fiatal csatár tavaly nyáron hosszabbította meg szerződését 2023-ig, és kínálhat a Párizsi Egyesület kis túlzással bármekkora összeget, a hírek 100 millió euró körüli ajánlatról szólnak, a vörös ördögök minden bizonnyal akkor sem engednék erre a sportot. Erre legfeljebb akkor lehet esély, ha ő maga kéri az eladását, amire viszont jelenleg semmi sem utal. Írjátok meg véleményeiteket a hírekkel kapcsolatban, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további focival kapcsolatos tartalmakért iratkozzatok fel a csatornára!